Mindenki lehet mérges, hogyha valamit nagyon szeretne, és azt nem kaphatja meg. A gyerek váratlan, kezelhetetlen hisztiei nagyon sok család életét megkeserítik. Nem tanultuk meg, hogy hogyan kell bánni mások érzelmeivel. Még a saját érzelmeinkkel sem tudunk bánni, nemhogy máséval. A legtöbb szülő érzelmileg reaktív, vagyis a gyerek intenzív érzelmei hatására ő is intenzív érzelmekkel reagál. Megijed, dühös lesz, kiabál, nyilvános helyen pedig még szégyenkezik is a gyerek viselkedése miatt. Egyetlen kívánsága van ilyenkor a szülőknek, a gyerek most azonnal hagyja abba a hisztit. Szia, Pető Orsolya vagyok, a Kölyök Szerviz és az Anya Szerviz alapítója, pszichológus. Személyes konzultáció és a gyereknevelés segítő kurzusokkal és kiadványokkal segítem a szülőket. Nézz körül a Kölyök Szerviz webshopban. Ez pedig a YouTube csatornám, ahol szintén praktikus gyereknevelési tippeket osztok meg veled. Kérlek, iratkozz fel, hogyha szeretnéd tudatosan nevelni gyermekedet, és szeretnéd elkerülni a szülői út buktatóit. Ebben a videóban mutatok 10 olyan dolgot, amit mondhatsz ahelyett, hogy hagyd már abba a hisztit. De előbb nézzünk egy átfogóbb megoldást a mindennapi cirkuszokra. A Profi Hiszti Kezelés online kurzusom a visszajelzések alapján gyökeresen változtatja meg a szülők hisztihez való hozzáállását, és drasztikusan csökkenti a hisztik előfordulását. A több mint 4 órányi tananyagot apró, a kocsiban vagy a főzés közben is feldolgozható kis falatokra bontottam, hogy be tud illeszteni az idődbe. Tudom, hogy milyen elfoglalt vagy. És mivel tényleg azt szeretném, hogy alapjaiban változzon meg a családi életetek, és a rémálom helyét a nyugalom és a béke vegye át, ezért úgy állítottam össze a feladatokat, gyakorlatokat, kipróbálni valókat, hogy azok garantálják a pozitív eredményeket. A kurzus linkjét a leírásban találod. A legrosszabb, amit a szülők tehetnek, amikor a gyerek hisztizik, az az, hogy maguk is kiakadnak, és azt akarják, hogy a gyerek hagyja abba a hisztit. Miért? Mert így a legkevésbé sem tudnak segíteni a gyereknek. A hisztik gyakoribbak és kezelhetetlenebbek lesznek, és hamarosan a mindennapjaitokat fogják megkeseríteni. A hisztivel kapcsolatban a szülő feladata, hogy biztonságot nyújtson az érzelmek megéléséhez. Ehhez arra van szükség, hogy szabályozott idegrendszerrel jelen legyen a szülő, validálja az érzelmet, vagyis vegye észre és fogadja el azt, illetve normalizálja, vagyis megnyugtassa a gyereket afelől, hogy normális, amit érez. A szülő jó, hogyha együtt tud érezni a gyerekkel, és hogyha szükség van rá, kontrollálja a viselkedést. Vagyis ne hagyja, hogy a gyerek magában vagy másokban kárt tegyen. Vegyünk egy példát. Amikor a gyereknek nagyon megtetszik, mondjuk a kirakatban egy játék, ez egy elég gyakori helyzet, és hisztizik amiatt, mert nem vesszük meg. Nézzük, mi az a 10 dolog, amit mondhatsz ahelyett, hogy hagyd már abba a hisztit. A következőkben arra látunk példát, hogy az édesanyja tükrözi a gyerek érzéseit, szavakba önti azt. Ezzel egyben azt is kifejezi, hogy látja, hallja a gyereket, és elfogadja, amit érez. Látom, mennyire szeretnéd azt a játékot. Tudom, hogy érzed most magad. Nagyon nehéz most neked, megértem. Megértem, hogy szomorú vagy. Nagyon szeretted volna azt a játékot, és nem vehetjük meg. A következő példák pedig a normalizálásra mutatnak egy-egy lehetőséget. Az anyuka megnyugtatja a gyereket, hogy az ijesztő és elsöprő dolgot, amit éppen érez, természetes és biztonságos érezni. Természetes, hogy szomorú vagy. Bárki mérges lenne a helyedben. Természetes, hogy csalódott vagy. Mindenki lehet mérges, hogyha valamit nagyon szeretne, és azt nem kaphatja meg. A következő mondatokkal pedig az édesanya biztonságos körülményeket teremt az érzelmek megélésének, és biztosítja a segítségéről a gyereket. Itt vagyok, segítek. Itt maradok, amíg el nem múlik. Ha szükséged van rám, itt vagyok. Gyere, menjünk kicsit odébb, hogy nyugodtan megélhesd, amit érzel most. Köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett a videó, és szeretnél még több ilyet látni, kérlek, iratkozz fel. Találkozunk a következő videóban.